Idén újdonságként pályaválasztási roadshow keretében mutatkoznak be a centrumokhoz tartozó iskolák. A centrum mind a 8 iskolája 6 helyszínen bemutatkozik. Mi Tamásiban a második állomást képezzük. Tegnap előtt kezdődött ez a roadshow Dombováron. Tulajdonképpen azért van jelentősége, mert helyszínre megy a pályaválasztás. Nem a diákoknak kell a hagyományos nyílt napokon az iskolákat meglátogatnia, hanem mi vonulunk ki egy intézményi helyszínen, és próbáljuk interaktív játékos feladatokkal a szakképzés világát bemutatni. Érdekes, interaktív szakma bemutatókkal és sok hasznos információval szolgál a rendezvény, amit már most nagy érdeklődés övezett. Az én osztályomban is például vannak sokan, akik még nem tudják, hogy hová szeretnének tovább menni, és ez a jövőre fontos döntés, hogy mégis megélhetésileg itt Magyarországon, vagy hogy igazából mit szeret, és szerintem ez nagyon jó, kínál minden lehetőséget, amit csak lehet. Érdemes ellátogatni ezekre az eseményekre, mert sok információt adnak a szakképzésről, segíthetik eldönteni, milyen irányban folytassa tanulmányait a pályaválasztó. Hát igazából itt csak tapasztalatot tudnak szerezni, mit fognak nagyjából tanulni, ez alapján el tudják dönteni, hogy melyik iskolába szeretnének menni, vagy melyik szakmára. A hagyományos nyílt napok pedig továbbra is lehetőséget jelentenek arra, hogy a látogatók tájékozódjanak a szakképzésről, bepillantást nyerjenek egy-egy iskola mindennapjaiba.